Üdvözlök mindenkit! Vizika ki vagyok, vagy Power, vagy valami hasonló. Most azt mutatom be, hogyan lehet letölteni, vagy inkább készíteni egy értelmes Minecraft szervert. És a beállításait is megmutatom. Lépjünk fel a Minecraft.net-re, és itt van olyan, hogy Play Minecraft, és itt a Downloadra menjünk rá. Van olyan, hogy Multiplayer szerver, és itt a Minecraft szerver 8. Töltsük le. Igen, letöltöttük. Jelenítsük meg a mappában. És rakjuk be egy tetszőleges mappába. Indítsuk el. Elindul. Megcsinálja a mapot. És ilyen server fájlokat rakott ki nekünk a mappába. Megcsinálja. Jó, kész, itt ki is x-elhetjük. Kicsit lassú folyamat ez. Addig nyitsuk meg a server.properties-t, és itt tudjuk beállítani a szerverünknek a tulajdonságát. Itt ez az allow nether, az, hogy legyen-e pokol vagy ne. Itt a mapnak a neve. Itt, hogy engedélyezve legyen a repülés vagy ne. Itt a szervernek a portját lehet megnézni. Itt a pálya típusát. Itt az aircon jelszót. Itt a pálya seed részét, server IP-t, hogy milyen magasra lehessen építeni. Itt, hogy NPC-ket rakjon be, itt, hogy whitelistes legyen a szerver, vagy ne. Állatok, online mód. Ha azt akarjuk, hogy törtesek is feljöjjenek, akkor ezt át kell false. Itt a PvP egymást tudják ütni. Nehézségi szint. Itt a game mód, az nulla az a sima, az egyes maga kreatív. Hogy hány player tud feljönni. Itt az, hogy hogy a zombik jöjjenek vagy ne. Itt, hogy milyen messzire lehessen látni, és ez ilyen MOT idézett üdvözlő szöveg. Átírtunk benne a dolgokat. Ja igen. Hogyha routerrel rendelkeztek, akkor ki kell nyitni a portot, amit ezen az IP címen lehet elérni a TP linkecseknek. Itt ezen. Lépjünk be itt a DHCP-be. Forwarding. Virtual server. Add new. Írjuk be a portot. A serverünk portját. Az IP-nket. És save. Nekem itt ma megvan. Így néz ki. Hát ennyi is volna. Indítsuk el. És megy is a szerverünk. Ennyi lenne. Ja, és hogyha gondoljátok, nézzétek meg a YouTube csatornámat.